Az én kedvenc Munkácsi festményem a bibliai témájú képekkel kapcsolatos, a Krisztus Pilátus előtt tanulmányából az ordító suhancot. Érdekes módon ezen a tanulmányon meg az eredeti képen is sokkal elnagyoltabb, mint ezen az egy tanulmány festményen, amelyen sokkal jobban kidolgozta Munkácsi, mind az arcot, mind a ruházatot, mind az egész ember alaknak van egy olyasfajta dinamikája, amit máshol nem lehet látni. Ami miatt nekem ez volt a választásom, ez lett az én kedvenc Munkácsim, az az, hogy ugye ő igazából ugyanúgy fő alakja, mint akár Krisztus, akár Pilátus, hiszen mind a ketten világos ruhában szerepelnek, ugyanúgy, ahogy a suhanc is. Ő jelképezi azt a tömeget, amely el akarja ítélni Krisztust, mégis igazából önmagában egy olyasfajta attitűdöt mutat, ami nem csak a tömeget mutatja be, nem csak a csőcseléket, nem csak azokat, akik ordítoznak, hanem nálam azt is szimbolizálja, hogy van egy ember, aki képes felemelni a szavát, és ez számomra nem csak a bibliai témában, hanem akár napjainkban is előhozható különböző társadalmi problémák, vagy akár csak amiatt, hogy van valaki, aki képes felszólalni, és egyben mégis valami fajta olyan tömegnek a képviselője, amely egyszerre lehet jó és egyszerre lehet rossz is. Úgyhogy emiatt ez az egyetlen egy arc, ez az egyetlen egy korabeli ruházat, ez az egyetlen egy alak, aki számomra nagyon-nagyon sokat szimbolizál, ezért gondoltam azt, hogy ez lesz az én kedvenc Munkácsim, mert ezt sehol máshol nem tudtam látni, ezt a fajta érzést semmi más nem keltette bennem, kivéve ez az egyetlen egy kép.